Minden évszak lehet valamiért jellegzetes, és ugyanúgy megtalálhatjuk benne a szépséget is. Ennek jegyében szerveznek Ovi galéria megnyitókat kötődve a télhez, a tavaszhoz, a nyárhoz, és persze a most aktuális őszhöz is. A sátorai újhelyi Hétszínvirág óvoda idén is megszervezte első ünnepélyes megnyitóját, amelyen már hagyományosan ismerhetnek meg a nagyobb gyerekek valamilyen művészetet, legyen az festészet vagy éppen szobrászat. Zelina Doloressa nevelési intézmény igazgatója elmondta, hogy ilyenkor a gyerekek a szívüket is ünneplőbe öltöztetik, hiszen ezek a megnyitók a nagycsoportosoknak szólnak. Ez mindig egy olyan esemény, amikor bekerülnek a gyerekek az óviba, és akkor jönnek a szülők, hogy de hát a kicsi azt mondta, hogy a nagyok voltak valahol, és hogy a kicsi miért nem mehet. A kicsi azért nem mehet, mert a kicsi még a kisgyermeknek, aki 3 éves, illetve középsős, még neki az a úgymond fontos, hogy ő megszokja a mindennapokat, jól érezze magát az óvodába, beépüljön a napi rendbe, a csoport szokási szabályrendszerét elsajátítsa, viszont akik már iskolába készülnek, a nagycsoportos gyermekek, azokat valamilyen szinten, tudatosan ugyan, de beintegrálva a mindennapokba és az eseményekbe és a napi rendbe felkészítjük már az iskolai évekre. A művészettel való nevelés már évek óta hozzátartozik az óvodai nevelési programjához. Ezt a szép érzéket, ezt az esztétikumnak a felfedezését, mert muszáj, hogy a gyermekek kiskorban megtanulják, hiszen az életünknek a szépség az kiegészítője, és pont az óvodai nevelés a művészetek eszközeivel erről szól. Igaz, hogy nem csak erről, de hogy már ahhoz szoktatjuk a nagycsoportos gyerekeket, hogy fedezzék fel mindenbe a szépet, mindenbe a jót, és hogy lássák azt, hogy ezt ki készíti. Tényleg, mintha egy múzeumban mennénk el, és úgy öltöznek fel ilyenkor szépen a gyerekek, felfedezik a szépséget, az esztétikumot. Az idei első Ovi galéria megnyitó vendége Pásztor Marianna volt, aki már évek óta foglalkozik hobbi szinten a textil szobrászattal. Hát nekem régóta hobbim, tehát 12 éve. Én üvegfestéssel kezdtem, de a folyékony üvegfestékkel, tehát nem üvegmatricáztam, de hát abból is van egy galériám otthon. Aztán jöttek a kézműves szappanok, és ott is eltértem a sémától, mert teljesen ráálltam az ilyen süti szappanokra. Aztán megtanultam ezt a technikát, egy textilszobrásztól megtanultam az alapokat, direkt akkor el is hoztam mostanra ide a legelső alkotásomat, tehát ott azt a pici babát, tehát a technikát tanultam meg, és akkor utána már ez az én egyéni stílusom. A gyerekek érdeklődve hallgatták és szemlélték meg a művészet e formáját. Elmondásuk szerint biztosak benne, hogy ők is el tudnák készíteni ezeket a különleges szobrokat.